Hagyományokhoz híven a Győri Állatkert idén is érdekes programokkal várja látogatóit húsvét hétfőn. A húsvéti hétvége első momentuma, hogy megnyitja kapuit a nyúlváros, tehát nyulak lepik el Győr városát. Itt az állatkertben a megyeszékhely nevezetességeit bemutató kis makettvárost hoztunk létre, amiben nyulak élnek. A gyerekek megsimogathatják őket, továbbá különböző nyúlfajtákat ismerhetnek meg, ugyanis az oroszlánfejű törpenyúltól egészen a magyar óriásig minden változat képviselőit megtekinthetik az érdeklődők. Ha már húsvét, akkor bemutatkozik a legkülönlegesebb húsvéti nyuszi is. Február 2-án született meg az állatkertünkben egy földi malackölyök, aki eddig karanténban volt az anyaállattal, viszont most átkerül a földi malacházba. Megérkezése alkalmából a kollégák egy kis húsvéti csemegét állítottak össze számára. Hétvégétől a kis állatot már megtekinthetik látogatóink is. Hétfőre az állatkertbe látogat a két fehér bengáli tigriskölyök is, akit szintén megtekinthetnek a látogatók. Húsvét hétfőn rengeteg színes programmal várjuk látogatóinkat, délelőtt óriásbábos előadást tekinthetnek meg a kőszínpadon, délután pedig egy solymász bemutatónak lehetnek szemtanúi. Továbbá egész nap ügyességi játékokkal, kézműves foglalkozással várjuk az érdeklődőket.